Sziasztok, Marika vagyok. Le vagyok robbanva, nézzétek meg a szememet. Be is van dagadva. Itt lóg lefelé, amúgy is lóg már, ugye már nem vagyok fiatal, meg vagyok. Lóg lefelé, de most azt a katasztrofális. Mert gondoljátok el, hogy vagyis van a könyökemen egy ilyen zsírmirigyféle valami, egyik éven már a hátamon is volt, akkor azt kivágta a bőrgyógyász, aztán most is bejelentkeztünk, mert karácsonyka begyulladt. Aztán most kaptunk, február 14-én voltunk, most kaptunk időpontot erre az időpontra, hát majdnem 2 hónapot vártam rá, hát több mint egyet, másfelet körülbelül. Kegyetlenül nézett ám ki, de hát most megint meggyógyult. Aztán nem csinálta meg a doktornő, mert azt mondta, hogy igen, nagy sebbe járna, már fel kell vágni, menjek sebészetre, úgyhogy majd újra kell időpontot kérnem, ha ki akarom vetetni. De azt mondja, ő neki is van, de ő se szánta még rá magát, hogy kivetesse, de hát én, nekem engem zavar, mert ugye sokat ülök a laptop előtt, aztán akkor elkész esték, hát van, mikor könyökülök, meg gondolkodok esetleg, vagy csak eltájékozódok, vagy mit tudom én, vagy elmélázok, aztán akkor ott üdögelek a könyökülök, aztán nem tudom mitől, de begyulladt. Azt mondja, hogy ez nem zsírmirigy, mint ahogy én gondoltam, hanem valamikor igen, becsaptam a könyökemet, aztán letörölhetett egy pici csont, ami betokosodott. Na, ő szerinte ez az. Na jó, van, mindegy, nem csináltam meg, azt kérdezte, nincs-e más problémám, aztán mondom neki, hogy van itt egy ilyen szememben egy ilyen bőrkukac, amit ugye az ember megdörgölje a szemét, akkor az ott ugrált a szemgolyómon, nem szerettem meg. Egyik éven voltunk a Jari Arborétumban, aztán akkor is megszagoltam ott egy virágot, és olyan finom illata volt az a fűrészporos, ott akkor mondtam is abban a videóban, és szerintem megdörgölhettem a szememet, vagy nem tudom mitől, de bevérzett a szemem, hát ez egy éve volt, azt hiszem, de még mindig látom azokat a foltokat, amit más nem lát, csak én. Na, aztán mondom, akkor legyen az is megcsinálva, hát ha valami köze van a kettőnek egymáshoz, nem hiszem, de sose lehet tudni, ugye, nem tudják, hát mit, az orvosok se tudnak ám mindent, amikor elkezdtem fogyni, azt hittem halálos beteg vagyok, aztán itt kiúzták a fogamat, emlékeztek rá, akik nézik a videóimat, hogy azt is elmondtam, aztán megállt a fogyás abban a pillanatban. Az orvosom el se akarta hinni, mindenhova el akart küldeni, hogy biztos mástól, hát dehogy mástól. Ahogy kiúzták a fogamat, egyszerre megszűnt a probléma, egy dekát nem fogytam utána. Nagy nehezzel még lefogytam 7 kilót, mert ugye akartam. Na, de az nem volt egyszerű. Na mindegy. A fog véget csak 6 vagy 8 kilót fogytam. Aztán mondja a doktornőnek, hogy van-e még, majd mondja a doktornő, van-e még más probléma, azt akkor ugye mondom neki ezt a kukacfélét. Itt tudjátok, mikor fiatalok voltatok, amelyiteknek esetleg olyan a bőrön, néha jött ilyen kis fehér kukac az arcunkra, azt kiszoktuk bökni, mert most már 30 éve nem volt, csak itt a szememen az az egy. Kibögtük, azt a kijött bele ilyen kis fehér valami, gusztustalan vagyok, aztán az ott akkor megszűnt az a probléma. Na, valami ilyesmi volt a szememen szerintem. Azt mondja, majd kicsipi azt akkor, na, ne tudjátok meg. Azt mondja, rakott rá egy húrkot, nem tudom, akkor a húrkot, és az egész bőrt lecsipte. Hát mondom, ez nem normális azon ő, mikor itthon megláttam. Nézzétek meg, mekkora sebb van ott. Eszméletlen. Hát ezt így kellett megoldani, nem csak egy kis vágást kellett volna csinálni, ezt a kifordítani onnan. Letépte a bőrt. Ne tudjátok meg, hogy fájt egy pillanatig. Hát azt hittem, hülyét kapok. Akkor hát sikítottam, hogy ihaj. Na, ez történt velem, ezt mondom, elmondom, mert most akarok egy kis kárti videót, aztán ezt nagyon virít, hogyha szemből mutatom, mert így rálóg az egész a szememre, mert ugye be is van dagadva. Inkább egyre rosszabb, mint jobb lenne. Na mindegy. Aztán tegnap, nem ezt akartam már nem mondani, de járos számosztályt is apregykáltam most. Tegnap veteményeztem, ilyen, majd mindjárt mutatom, ilyen kis magnevelő
növénynevelő ládába, de már nagyon tönkre vannak, kell majd újat vennem. Aztán, ha kibújik, akkor majd pikírozni kell. Mit is váljatok? Halapennyót, meg zellert, meg bazsalikomot. Tegnap azt veteményeztem, most meg fűszerpaprikát fogok, mert a húgom is elraktam, mondom, akár rakom én is, legalább előbb lesz. Vettem 3 csomaggal, most ezt a 24 darab kis rekászba bele fogom rakni mind az összeset, amelyikben 4 jut, azt abban 4-et, mert majd úgy is pikérozom, úgyhogy még egy olyan 5 centi lesz, vagy 10 centi körüli, addig el lesz ebbe, aztán akkor majd kiszedem, és akkor kipikérozom nagyobb kis tejfölös, ilyen 3 decis, vagy 2,5 decis poharakba. Ja, mert mostanában nem akarom, hogy itten nagy helyet foglaljon meg, majd 2 hét múlva már rakom el a többi paprikát, utána 2 hét múlva meg majd a paradicsomot. Ja, mondom, megmutatom, hogyha valamelyetek akar ilyeneket rakni, ezeket már el lehet rakni. Sőt, a zellert már lehetett volna 2-3 hét januárban, hogy ez szép legyen, mert abból most megint soká lesz, mert már elég késő, mert ugye soká is bújik ki, még itt a melegbe is. A bazsalikom azt szerintem az hama bújik, nem tudom mostan. Azt nem is így szoktam, hanem nagy cserébe. Na mindegy, az ott kész, majd mutatom. Most itt a konyhaablakban lesz elhelyezve ez a 2, mert a fogföldi ivójáim sorba mentek tönkre, úgyhogy itt a konyhaablakban már 1 sincs. Mert képzeljétek el, ilyen fehér bolyhos valami megtámadta. Húgom azt mondja, hogy ez a pajstető, nem tudom mi az, de én nem láttam rajta állatkát. Én inkább lisztharmatra gondolok, de nem tudtam tőle megszabadulni se vegyszerrel, se lisztharmat ellenivel, úgyhogy itt megszüntettem őket. Még arra a nappaliba, meg a szobákban van, meg a fürdőszobában, de ott meg nem jó neki a hely, mert sötét van, a 2 méter túlló a tető, és sötét neki a hely, úgyhogy itt volt egyedül jó az az 5 cserép, ami mindig szép volt, de most már az se lesz, meg már 30, nem tudom hány éve ezzel killódok, minden éven 2-szer átütetni, hogy virágozzon, úgyhogy meguntam, úgyhogy nem lesz többet fogföldi ibolyám, ahogy sorba tönkre mennek, meg is szüntetem őket. Ami meg még szép, azt meg majd átütetem, aztán még, amíg bírja, addig bírja. Na. Akkor mutatom ezt a földet, hogy hogyan készítettem ide. Ide raktam ezt a lecserélt asztaltárítőt. Aztán nem is keresem meg, tudjátok, hogy itt van ez a választó, mert ez 24 darab kis ilyen kis 4x vagy 5x4-es kis rublika. Mert mindegy, elrakom úgy, ahogy esik, huppanik. Remélem édesebb vettem. Édes ízű, mert ha erősebb vettem, akkor hülyét kapok. Ja, édesebb vettem. Meg én itt szoktam megbontani alul. Így. Nem ott a tetejét letépem, régen úgy szoktam, de már nem. Itt alul meg lehet bontani, és akkor ki lehet venni ezt a... Alig van benne valami. Fűszer, vagy a halapenyóba is 22 szem volt, aztán 1300 forintot, vagy mennyit fizettem érte. Elvittem minden papírját el. De a fiam azt mondta, nem jó fajtát vettem, úgyhogy így jártam. Ja, hát ebben elég sok mag van. Rászórom. Aztán majd eligazgatom fogpiszkálóval, hogy ne legyen egy helyen sok, hanem egy kis rublikába esetleg 4 darab. Mert én ezt mind meg akarom nevelni, nem akarok jövőre ültetni, úgyhogy a magot nem hagyom meg. Úgyhogy mind a 3 csomaggal ide bele fogom szórni. Úgyhogy végül is mindegy, akkor hogyan bontjuk meg, csak ha még akarunk visszarakni, akkor érdemes így megbontani, azt akkor így könnyű. Aztán, ha meg kint veteményeztek, akkor is érdemes így megbontani, és akkor a sor végébe raktok botot, akkor ezt így bele lehet húzni oda a botot,
És akkor ez ott lóg, tudjátok, mit raktatok, mondjuk sárgalék az öcsik, de amúgy se hülye az ember, tudja, majd úgyis csak én meg szoktam így jelölni. Na, én most nem vacakolok vele, úgyhogy így rászórom az összeset, aztán utána igazgatom, aztán majd mutatom. Amúgy ez a fajta paprika fűszer, úgyhogy remélem jó lesz. Mert még mindig van egy évre való, azért tavaly nem ütettem, úgyhogy azért mondom, most ez megint két évig jó lesz, mert ugye jól be van bugyolálva az üveg, amiben van, aztán sötét van neki, és akkor ugye nem veszíti el a színét. Gyönyörű piros. Ugye, nézzétek meg, ez tavaly előtti, és ilyen gyönyörű piros. Hát pirosabb, mint amit ti láttok szerintem. Ja, ma itt így is a szekrényben van. Itt is a szekrényben van, és sötét helyen az a lényege a fűszerpaprikának, meg az összes paprikának, minden egyinek, hogy sötét helyen legyen, van fogaljuk, hogy ugye ne barnuljon meg, mert a fény kap, akkor megbarnul. Bevágok ilyen kis részleteket, majd voltunk Szombathelyen, mentünk ragasztógépet nézni. Na, ott nem látjátok. Ott a ragasztógépem. A papa azt mondja, hogy nem kell, minek. De a Marika meg van értevezve. Most ide bevágom, hogy milyenek voltak a MediaMarktba. Akkor hang nélkül vágom be, de ott mutogatom a tálcákat, mert ugye ment a zene, hogy, vagyis a kis üstöket, hogy olyan picik voltak, ne tudjátok meg, ilyen 4 literes kis, nem látni a videóban, de ilyen kis 4 literes kis üstök voltak, és volt, amelyik 300 ezer forint volt. Eszméletlen, meg rondák, és a Kenwood is ilyen, tudjátok, húsdaráló rész is van, aztán így le lehetett billenteni. Hát mondom, beindítom a gépet, valami olyat, mint vajat csinálnánk vele, azonnal le is potyogna, belepotyogna a vajhoz. Komolyan mondom, én nem gondoltam volna, hogy a Kenwoodnak ilyen szar ez az izéje, bocsánat. Az a húsdarálós, ahova lehet rakni a húsdaráló rész, hát én nekem nagyon nem tetszik, megmondom őszintén. Még a videóban mondtam is, hogy ingyen se kéne, ilyen hozzányúlok, azt a potyog le. Hát nem tudom, pedig ajánlják a Kenwoodot is, hogy jó gép, de hú, nekem ez nagyon nem tetszik rajt, úgyhogy azt nem vetnék semmiképpen. Esetleg olyat, aminek nincs olyan dagasztó része. Na, aztán akkor azt ide bevágom. Na, azt nézzük, hogy milyen drága a némelyik. És olyan kis pici az üstje. Ott mutogatom, hogy milyen kicsi az üst. És a papa mondja, hogy minden egyének akkora az üstje, de ugye 500 gram lisztnál több nem férne bele, hát az nem lenne gazdaságos 500 gram liszttel kenyeret sütnöm. Két naponta kenyeret kellene sütnöm. És akkor ugye nem tetszik, hogy ezeket a húsdaráló részeket nagyon könnyen le lehet szedni. Most tudtam levenni, ugye nagyon könnyű levenni, csak ugye egyszer kell kipróbálni, hogy hogyan működik. Nagyon könnyen lejönnek, könnyű hozzányúlni. Ott lötyög rajta az a turmixgép, vagy minek a zárókupakja az. Hát meg ez a Kitchen Land, vagy mi az? 324 ezer forint, mint egy traktor ott elő az a turbina rész. Mondom, mindegy ágyú olyan. Papának a véleményét jobb is, ha nem hallottátok. Kezdetleges módszer, mondja. Ja. Ja. Hát igen, aki kevés liszttel készít kenyeret, mondjuk egyedül van, egyedüli,
Na, annak ez megfelel, már ugye 500 g lisztes süt kenyeret, az őnek eltart egy pár napig. De nekem ez nem lenne gazdaságos. Meg voltunk tejet venni, képzeljétek el. Aztán valamelyik ajánlotta, hogy a Szombathelyen a Jóska Rólán, most nem tudom, most is Jóska Róla-e, a Mari ABC-nél, de azt nem láttam kiírva, hogy Mari ABC, de mindegy, a Google térképet be kell ütni, aztán akkor mutatja, hogy hol van, mert úgy, amúgy meg megmutatja, de én kiírva nem láttam, hogy Mari ABC. Aztán ott tényleg van egy tejautomata, aztán vettünk tejet, ne tudjátok meg, abból csináltam a joghurtot, az olyan lett, mint a beton. Így meglötyögtettem az edényt, aztán még csak meg sem mozdult. Olyan kemény joghurtot tudtam abból csinálni, úgyhogy nagyon jó. Köszönöm, amelyitek írta, de ott a legutolsó joghurt készítésnél odaírta valamelyitek, de már nem emlékszek a nevedre, ne haragudj, ha a néző. Aztán ott volt egy férfi, ha, ne tudjátok meg, az úgy meg örültem, hogy ott van valaki, aztán segít. Hát az meg olyan durva volt, gondoljátok el, oda mentem hozzá, hogy egyszerű-e a gépet kezelni, mert Soroppolányban, ami volt gép, az nem volt egyszerű, az olyan kicsit érthetetlen volt, de ez tényleg egyszerű volt. Aztán mondja, hogy újra kéne születni annak, aki ezt a gépet nem tudja kezelni, olyan egyszerű. Mondom, jól van, köszönöm. Meg azt mondja, különben is tartsuk a távolságot, aztán így ment hátra. Hát nem tudom, meglátta a szememed, vagy én nem tudom, miért ilyet meg tőlem, vagy már voltak covidosok ők. Aztán félt újra, nem tudom. Fogalmam nincs, de az úgy meg ilyet tőlünk, hogy őrület, lehet, hogy covidosnak néztünk ki. Fogalmam nincs. De nagyon furcsa volt ez a férfi. Akkor a távolságot tartott, hogy utána azt mondja, papa, menjünk messze, bementünk tőle 5 méterre. Hát mondom, ilyet se értem még meg, hogy valaki azt mondja, tartsuk a távolságot. Annyira félt, akkor miért nem volt rajta maszk? Na mindegy, úgyhogy akkor ide beillesztem azt a, most a MediaMarkt után, a tejet, hogy vettünk, de azt csak éppen mutatom, hogy folyik a tej. Tejet veszünk. Valamelyitek odaírta egy szombathelyi vagy környéki lakos, hogy itt lehet tejet venni, itt a Szombathelyi Mária ABC-nél, és tényleg köszönjük. Aztán meg a papa metszi a fákat, arról majd mutatok videót aztán. Azt is ide bemetszem, bevágom. Mert már levideóztam. Elrakom ezeket a magokat, mert annyit beszélek, hogy sose végzek el. Ja, meg mit is akartam még mondani? Valamelyitek olyat kérdezett, komolyan mondom, miket tudnak kérdezni az emberek? Megkérdezte, hogy kivágja a hajamat. Hú, gyerekek. Most ilyet a szomszédon kérdezne, akkor arra gondolnék, hogy ugye melyik fodrász. Arra gondolnék. De mivel egy idegen kérdi, tehát nem a szomszédom, vagy nem egy ismerős, akkor erre mit mondjak? A hajat nem fodrász vágja. Amúgy a hajamat én vágom, de hogyan lehet ilyen kérdést felrakni, hogy ki vágja a hajamat? Szerintetek? Hát ki vágja a hajat? A fodrász, nem a hentes. Néha úgy kiakadok ám ilyen kérdéseken, eszméletlen. Akkor másképp kellett volna a kérdést föltenni, hogy de hát ő nem itt lakik, akkor nem mindegy. Akkor úgyse ismer itt egy fodrász sem. Meg hát akkor nem is így tesszük fel a kérdést, hogyha az érdekel bennünket, hogy melyik fodrász. Lehet, hogy látta, hogy szarul levágva a hajam. Aztán arra gondolt, hogy a hentes vágta. Az is lehet ám.
Jó, én már erre nem is gondoltam, csak most. De hát 40 éve én vágom a hajamat, aztán mikor ugye be van frissen festve, akkor szépen áll, de most már megint nő le, már 3 hetes, és akkor ilyenkor már nem olyan szép, meg ugye, ha nem figyelek, akkor nem olyan szép állású a fejem, akkor ugye itt láttam olyan videómat, csak már nem akartam kivágni, fölfelé álló hajam itt hátul. Már nem figyelek, csak dumálok. Úgyhogy ilyenek vannak a Marikánál. De hát így szerettek engem, mert amelyitek szeret, szóval jó van az úgy. Na, én így amúgy elraktam ezeket a magokat, de mondom, ha kibújik, akkor 1-2 centi lesz, akkor majd pikírzom, úgyhogy nem számít. Meg úgy akarom, hogy két darabonként, sőt, van úgy, hogy 3 darabonként szoktam a fűszerpaprikát régen. No, akkor körülbelül úgy ennyivel akkor be is fejezem ezt a videót, amiket mondtam, majd beilleszgetem, ahol mondtam, aztán meg még amit tudok, azt mutatom. Úgyhogy köszönöm, hogy végignéztétek ezt a videót, ha gondoljátok, vessetek magokat, mondom, mit raktam el, a halapenyót, a zellert, meg a bazsalikomot, meg ezt a fűszerpaprikát. Úgyhogy próbáljátok meg ti is, hogyha van kártetek. Aztán lehet, hogy ti már is veteményeztetek, ki tudja, de ugye akkor igen, megnyúlik, ha nem tudja az ember világos helyre rakni. Úgyhogy még a többit majd 1-2 hét múlva, március eleje körül, úgy mondjuk 2 hét múlva az olyan 5-6 lesz, körülbelül akkor ráér. Írjatok kommentet, legyen szép hetetek, vigyázzatok magatokra. Sziasztok! Egy pillanatra visszajöttem, mert ugye én ezt még belenyomkodom, ezt a magot a földbe, meg megspiccelem vizet, meg ide alulra már öntöttem 1/2 liter vizet, hogy a föld szívja föl, úgyhogy én itt csinálom most, de nem mindig csinálom. Így van, mikor meglapogatom a földet, rárakom a magot, aztán akkor utána még földet rá. Úgyhogy így is lehet csinálni, meg úgy is, majd eldöntitek, hogy hogy akarjátok. Sziasztok! Február 17, 12 fok van, és nézzétek meg, ragyogó idő. Ciklament még mindig él. Hát talán jó is lesz ez, nem is megy tönkre. Na, a hunyor kezd éledezni, de amikor mínusz fokok voltak, hát ez ott feküdt a földön. Ja, talán észreztél. Ez, amit tavaly vettem, azt a húgomtól kaptam. Ezt, amit tavaly vettem, ennek nem lesz virága, úgy nézem. Ennek szép fehér virágja van, ez a fekete hunyor. Na, meg múltkor vettem krókuszt, de hogy ma van, amit jobbra balra árrakva, itt is bujik. Meg a jácint is bujik. Ja, hát megpróbálom. Nézzétek a füvek. Csak így kézzel, de itt a zsebembe a új kezdjű. Mindig ott nő, ahol nem kéne. Február 17 van. Jó, szép virágom is van. Majd talán jó lesz. És ez a... Mi is ez? Várjatok, klematisz. Ez a klematiszre nézzetek hajt. Ezek friss hajtások, de ti ezeket leszeditek, amelyiket megvan. Hát erről nem lehet leszedni annyi marait, mint a sár. Hát mindegy, talán lepotyog. Ez nem olyan jó, nem olyan szép a szára, de épp. Ezért meg pláne nem, de ez csodálatos. Ennek most gondolkodnom kell a nevén, pedig tudtam. Ja, majd eszembe jut, de mindegy is. Mindegy is, na itt van a jácint. Hát én úgy látom, hogy nem fagyott el. Hát majd kiderül. Aztán mentem a Lidbe, hogy veszek még. Ez már múltkoriba volt. Mikor mutattam erről videót, ezt képzeljétek el, meg volt nyúlva ilyen fél méteresre. Annyi volt, mint a sár. Mind meg volt nyúlva. Ja,
Hát nem annak az emberek azért pénzt, hogy a szobából megnyúlja. Persze, hát én kiütettem, de látjátok, nem fagyott el. Én legalábbis úgy látom. Majd meglátjuk. Megnézzük a papa, mit csinál. Mit csinálsz, papa? Fusókat már szedted meg, ugye? Jó napot kívánok! Csak nem madarat ettél. Alma? Melyik alma? Ja, jött a létre, látom. Hát hamar tönkre megy, igen. Szeretni szeretjük. Nem annyira. Jó napot kívánok! Igen. Segítenék, de főzök, ám csak most eszembe jutott. Szia! 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 Gyere ide! Hadd szimogasszalak meg! Méhek vannak, apu! Csak úgy zömmögnek. Nem tudok odébb lépni, mert akkor megkarmol a cicus. Nézd meg, mit csinál. Meg a fosókat már szedted meg, ugye? Az meg a fosókaja. Te cicu? Te cicuka? Jaj, mit hallasz? Nem karmol meg téged? És hogyha megkarmolna? Megkarmol, akkor kap tőlem. Ez a nevelőni mindjárt megmutatom, a macskánál. Nem sokszor volt rá szükség. Akkor mikor durva volt, mikor megrezentettem. Igen, de hát most nem ijedt meg tőle. Na jó. Fúj a szél, úgyhogy bele fog fújni a... telefonba. Már most nem hoztam ki semmilyen védelmet. Ja, sok méhe van. Remélem halljátok. Ez csodálatos, ők honnan jöttek annyiban, mint a sár. Milyen szép kék az ég. Itt már kezdtem kapálgatni a sóskát meg az epret. Ott csak ki van kapálva, föld fölött ez a tyúkhúr, de aztán ott annyira nem dolgoztam vele, ez ma 2-3 napja volt. Azóta nem is voltam kint. Itt mentem végig, még jó? Ja, látom, a papa ott már meghúzogatta. Itt borsót vetünk, apu? Lehet, hogy borsót vetünk ide. Majd meglátjuk, majd akkor úgy is mutatom. Ott kapálnom kell ott is. Mi van itt? Hagyma. Ja, itt is kapálnom kell, de itt még elég nedves. De a saláta az nagyon tönkre ment. De jó lesz szám ez, beindul, majd meglátjátok, majd mutatom. De a mákot nagyon keveset ültettem. Aztán ma is mákos már tiltva, már péntek van. Ja, többet kellett volna. Na mindegy, majd az idén többet rakok, egy 5 sort vagy 6-ot.